Lehet látni, hogy ezek a gyűrűk ezekhez a hidakhoz, illetve ehhez az árokszelvényhez nagyon-nagyon kicsik, illetve az egyik így áll, a másik így áll, a harmadik így áll. Ezen az oldalon is, hogyha megnézzük, akkor itt sincs a nyomvonal összerakva. Gödrei Zoltán két polgármestere még tavasszal mutatta meg, miért mossa el a települést minden jelentősebb esőzés. Ennek kiküszöbölése érdekében pályáztak a területfejlesztési operatív programban a vízelvezetők rendbetételére. Ez pedig már a jelen. A munkálatok elkészültek, és a hivatalos átadó is megtörtént, melyen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, ezek a beruházások segítik hozzá a kis településen élőket ahhoz, hogy jelentősen emelkedjen komfortérzetük. A kétnyitó pályázat a vízelvezető megépítése mellett egy közösségi tér kialakítását is eredményezte. A két beruházásnak az összköltsége közel 190 millió forint volt, ami egy ekkora méretű település életében sokat jelent, és hát reméljük azt, hogy mind a csapadék vízelvezetése megoldódik, mind pedig a különböző civil szervezetek, elsősorban a nyugdíjas klub egy méltó helyre, otthonra lehet ebben az épületben. Gödrei Zoltán polgármester azt mondta, a vízelvezetés egyelőre a falu felső területeinek életében hozott változást, nem áznak be többé a házak, és nem önti el a kerteket az esővíz. Most a feladat a falu központ csapadékvízmentesítésének megoldása, erre várják a következő pályázati lehetőséget.